A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit, július 4-én, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először két színházi bemutatóról láthatnak összeállítást, majd ellátogatunk a Táncolkodó Népi Együttes 30. születésnapi fellépésére, végül pedig a Jazz Péntekkel várjuk önöket, tartsanak velünk! Ismét egy Ulitskaja darabbal hódít a Vörösmarty Színháza a Pelikán teremben, Kerkai Rita rendezésében az Unokám Benjamin című darab került színre. Mindannyian ismerünk olyan csupaszív, önfeláldozó és lehetetlent nem ismerő embereket, akik átszágoldanak az életükön és másokéin. Judmila Ulitskaja 80-as évek végén készült színművében az igazi jiddise mámének, Eszfirnek állít szobrot, aki lelépve talapzatáról ezúttal színházi varrónőként jelenik meg. Elképesztő hangulatban és elképesztő inspiráló kreativitás vesz körül, mind az alkotótársak, mind a művészek, mind pedig a többi kolléga részéről. Szóval egyrészt ez egy nagyon pozitív, másrészt pedig az Ulitskájának a szövegében mindig az a varázslatos, hogy ő úgy képes egy drámát felrakni, hogy egyrészt mindenkinek igaza van, mindenkivel tud a néző valamilyen ponton azonosulni, elképesztő mélyen elemzi azokat a pszichológiai folyamatokat, amik egy-egy emberben külön-külön lezajlanak, másrészt pedig valami olyan élni akarás sugárzik az egész darabból, és valami olyan tisztelete az emberi jogoknak, hogy azt gondolom, hogy mindnyájan tanulhatunk belőle. Szóval, a kérésem a következő lenne. Készítsd fel a mamát ezekre az új fejleményekre, mert félek, nehogy történjen vele valami, hogyha ezeket a váratlan híreket megtudja. Szanyecskának külön levelet írok majd. Megtudtam, hogy létezik egy olyan kategória, hogy a házasságot lehet érvénytelennek tekinteni. Eszfir igájában öregedett meg unokahúga, Jelizaveta, Líza is. A mindig letipolt szerencsétlen asszony csak a jótékonykodás a véletlenül talált barátnőjének léte tartja a felszínen. Tökéletesen adja a végtelenül kisszerű, ostoba, az orráig sem látó aszott kórót, aki életében egyszer kirobban és Eszfir fejére olvassa, hogy annak minden tette mögött tömény egoizmus van. Nem mondom azt, hogy túl sűrű az életemben, előfordult már sokszor, de imádom azt, amikor már olvasó próbán érzem, hogy szeretni fogom. Mert hogy már olvasva is olyan volt, aztán közben így a munka is fantasztikus volt, nagyon-nagyon jó hangulatban dolgoztunk, szeretem a szerepemet, és nagyon érdekes időpontban talált meg. Nagyon érdekes az időzítése is, sok minden feldolgozásban is segít engem most ez az elfogadás. Nagyon-nagyon örülök, hogy benne lehetek, azt kell, hogy mondjam, és én nagyon szépnek tartom, nagyon igaznak tartom, és annyira jó, hogy például itt van a Mari figurája, aki azért nagyon sokszor nyitogatja a bicskát a zsebemben, és mégis olyan szép, hogy úgy van megírva ez az egész történet, hogy közben szerethető. Hazahoztam Szönyeskát a pályaudvarról, Jovának nem is szóltam előre. Este hazajut, a lánynak megmondom. Szönyeska, nyisd már ajtót. Ajtót nyitott. Az öntörvényű édesanyja legfőbb célja, hogy imádott fiának megfelelő származású menyasszonyt keressen. Bár úgy tűnik sikerrel jár, de reményei beteljesülésének egy dolog gátat szab, ami maga az élet. Nagyon sok időbe telt, amíg az ember ebben lubickolni tud. Hát eléggé csapongó, csodálatos lelkű, kegyetlen, szépséges,
megható, egy igazi anya, egy igazi, nagyon kemény anya, aki védi az utódait, utódot akar mindenképpen, minden áron, és ennek hát vannak ugye hátulütői a történetben. De én úgy gondolom, hogy csak így lehet egy családot egy összetartani, megtartani. Ha az embernek, az nőnek az anyai ösztöne, az biztos, hogy nagyon erősen ezt szeretetben és akarattal végigcsinálja. Jaj, te milyen szerencsés vagy! Hát tudod, hogy hány nőnek egy életen át nem sikerült az, ami neked egy pillanat alatt? Liza nénnek is azt tetszik hinni, hogy én most terhes vagyok. Ja, holnap majd elmegyünk a szülőotthonba a főorvoshoz, ő megvizsgál, és akkor többet tudunk. Jaj, ez rettenetes. És akkor most mit fogok csinálni? Hogy mit? Szülünk! Jaj, hogy összekavarodik velem minden. És Firenének hogy mondom meg? Eszfér aztán természetesen talál feleségnek valót, szép, ifjú, éppen csak nagykorú leányt a saját vidéki rokonainak leszármazottai között, és megindul az összeboronálás. Ezt azonban már a tudós ifjú nem tűri, és elszökik, mint a szél. Szonyecska, a feleség pedig engedelmesen vár az anyós parancsnoksága alatt. Szonyecska egy birka, baréka, egy edény, aki mindent magába szív, mindent megfigyel, egyelőre még nincs önálló véleménye, nagyon jámbor, nyugodt, figyeli a világot, és kíváncsisággal van felé, mindenkivel nagyon megértő, és még ugye nincs meg a saját véleménye, ami a darab során alakul, és fejlődik a személyisége, igazából eldönti, hogy mit akar valójában, rájön, hogy mit szeret, és talán meghozza így az első saját döntéseit. Bár én is nőnék egy kicsit. Te minek? Pont jó vagy. És figyelj, neked szokott írni a lelka? Ne, egyszer az egyik levelére nem válaszoltam rögtön, akkor megsértődött és írt egy olyan levelet, hogy toljon rá! Te hogy vagyszok? Szonyecskának aztán felbukkan egy valamikor iskolatársa, a katonai szolgálatot töltő Vitya, aki septében meg is vigasztalja az elhagyott feleséget, és ebből nem kevés bonyodalom származik. Én Vityát játszom, 18 éves rác, aki katonai szolgálatot tölt. Ő egy, hát egy nagyon akkurátus fiú, ő elképzel magának egy életpályát, már ilyen fiatalon, de közben meg egy nagyon érzékeny lelkületű fiatalember, és van neki egy szerelme, egy lány, akivel lehet, hogy majd találkozni is fog a darab során. Az Ulickai által megénekelt szeretettel és emberséggel, könnyekkel és humorral látszó történetben az odaadó anyák és szófogadó fiúk, menyasszony jelöltek és kiszemelt vőlegények egyaránt magukra ismerhetnek. A 2023-as Magyarországi Olimpia Színházi Olimpiák történetének 10. eseménye Székesfehérváron a temesvári Csíki Gergely Állami Magyar Színház mutatkozott be Pirandello 4. Henrik című darabjával. Az idei Színházi Olimpia keretében két kiemelkedő társulat érkezett Székesfehérvárra. A határon túli magyar társulatok közül a temesvári Csíki Gergely Állami Magyar Színházra esett a választás, hogy Pirandello 4. Henrik című drámájával mutatkozzon be a Vörösmarty Színházban. A darab címszerepét Balázs Attila, a társulat igazgatója alakítja. Nagyon örültünk neki, ugyanis megtisztelő az, hogy a Színházi Olimpián részt vehetünk.
Első lépésben Budapesten voltunk a Nemzeti Színházban, és most a második lépésként ott is elmondtam, hogy jövünk Székesfehérvárra, itt is elmondom, hogy ott voltunk. Elsősorban megtiszteltetés egy ilyen rangos névsorban ott lenni a színházunk számára, és ez bizonyítja azt is, hogy valahol közösen gondolkodunk, ugyanazokat az elveket valljuk, és ezért van az, hogy mi most itt lehetünk. Nagyon fontos számunkra, hogy magyar színházként jelen vannak az eseményen. Miként tudnak megbirkózni azokkal a nehézségekkel, ami általában jellemzi a színházakat ma, ha adott esetben a szomszédunkban is? A színház körülbelül 2000 éve válságban van, és erről beszél, hogy mi is ez a válság, és hogy hogyan vetül ki ez ránk művészekre, illetve a társadalomra is. De ezen túlmenően 2023 az Európa Kulturális Fővárosa Temesváron, tehát egyfajta fellélegzés nekünk, hogy meg tudunk olyan nagyobb mérvű feladatokkal is birkózni, amelyekre már rég készülünk, és emiatt nem érezzük annyira ezt a válságot. Ennek majd meg lesz a böjtje, azt is tudjuk, de azt hiszem, hogy mindenféle válságot félretéve valamilyen szinten meg kell küzdenünk mindig vele, és mindig voltak ezek a válságok. Majd egyik napról a másikra, egyik évről a másikra. Az a jó, hogyha hosszú távon tudunk gondolkodni. És én remélem, hogy ez egy első lépés volt az, hogy ide most eljöttünk Székesfehérvárra, ismerve néhány tagját, néhány vezetőjét az itteni társadalomnak, akikkel már dolgoztunk is idáig. Azt hiszem, hogy talán egy hosszú távú kapcsolatot is sikerül majd kialakítanunk a két színház között. Most látogassunk el Pirandello világába, a negyedik Henrik egy klasszikus mindenképpen. Hogy esett erre a darabra a választásuk? A rendező Viktor Johann Frunza, akinek egy eléggé hosszas és jó kapcsolata van a Temesvári Magyar Színházzal, ő döntötte el, hogy ezt a darabot választjuk, és hát ez tulajdonképpen a színházról is szól, meg a magunkról is szól, hogyan viszonyulunk a társadalomhoz, hogyan viszonyulunk önmagunkhoz, egymáshoz, és így tovább, és ez egy többszörös, többszintű, több lépcsős, hogy úgy mondjam, színházi gondolkodás. Színház a színházban, és még az is a színházban, és az egész egy úgymond valós környezetbe beépítve. Éppen ezért egy nagyon érdekes feladat volt, és nagyon örültünk, hogy a rendezőnek erre esett a választása. És remélem, hogy kellőképpen meg is birkoztunk ezzel a feladattal, ugyanis Pirandello nem egy könnyű eset. Egy kicsit beszéljünk a címszerepről. Lehet lubickolni negyedik Henrik szerepében? Lehet lubickolni, érdemes is lubickolni, és nagyon sok játékra ad lehetőséget, aminek valahogy nagyon örülök. Hát egyfajta jutalomjáték is ez az én számomra, ugyanis szinte minden percben, minden momentumban változik ez az ember, és ezeket a változásokat kitalálni, átgondolni, újra gondolni, soha nem jön kétszer ugyanúgy ez az egész. Amíg lejut az ember addig a szintig, hogy ösztönösen érezze ezt a fajta őrültséget, amelyet Pirandello elképzelt, az egy nagyon hosszú út. De amikor megérkezik oda az ember, akkor azt mondtam az előbb, hogy le kell menni, de tulajdonképpen akkor fölrepít a magasságokba. A zeneszerző Cári Tibor számára is kiemelt feladat volt a klasszikus darabhoz tartalmas zenét illeszteni, hiszen a Pirandello műben emberi mélységeket, a normalitás és a téboly küszöbén játszódó történetet kell kísérnie. Ez egy remek pillanat, úgy gondoljuk, úgy a színháznak, mint a városunknak is, és próbáljuk intenzíven részt venni ebben, és minden pillanatát lehetőleg a legjobban megélni és kihasználni. Essék szó a Pirandello darabról, ez egy klasszikus, a negyedik Henrik mindenképpen. Milyen feladatot ró ez a zeneszerzőre?
Igazából ez a feladat abban különleges, hogy élő zenével szólal meg a zene, és egy elég nagy számú zenekarral, egy 15 tagú zenekarral, ami igazán ritka dolog színházi előadásokban, főleg egy olyan színháznak, amelynek nincs saját zenekarra, és általában nem is szokott használni ekkora ilyen nagy számú élő zenekart. Sőt, merem mondani, hogy kevés az a színház, aki használ tényleg ekkora zenekart. Úgyhogy ebből a szempontból is kihívás volt, és ugyanakkor egy remek alkalom és lehetőség, hogy kihasználjam úgymond a zeneszerzői álmaimat egy színházi előadáson belül, meg a darab is önmagában ad egyfajta elemeltséget olyan szempontból, hogy nem feltétlenül klasszikus irányban mehetek, hanem egy kicsit a modern is, tehát egyfajta világok keveredéséről van szó itt. A negyedik Henriket Viktorion Frunza rendezésében láthattuk, a rendező és a társulat találkozásából olyan legendás előadások születtek, mint a Lorenzaccio vagy a Hamlet. A 30. születésnapját ünnepelte a Táncolkodó Népi Együttes. A Kodolányi Egyetem Néptánc csoportja a Fekete-hegy Szárazréti Közösségi Központban köszöntötte a jubileumot. Nagy álom valósult meg 1993-ban. Mitch Péter kulturális titkár ösztönzésére ebben az esztendőben alakult meg a Kodolányi Egyetem, akkor főiskola néptánc csoportja. Az együttes immár emberöltönyi távlatból tekinthetett vissza a kezdetekre a Fekete-hegy Szárazréti Közösségi Központban megrendezett jubileumi gálán. Itt Fehérváron komoly múltja van ennek, szerintem nagyon sokan tudják, az Orba Régia tánc együttes mellett, mögött sikerült 30 éve létrehozni egy kis együttest fiatalokból, főiskolásokból, akkor még főiskolásokból, és hát nekem elsősorban az jutott eszembe, hogy fú, ez a 30 éve, ez már komoly múlt. Egy kicsit ijesztően, hogyha az én munkásságomat is tekintem, akkor azt mondom, hogy hát ez az ember aktív munkaidejének a jelentős része. És hát 30 éve kezdtük ezt, igen, 30 éve az öcsit megkértem, a Hánkakas Istvánt, és létrehozta az együttest úgy, hogy egy gólyabárra szerveztünk, táncoljanak valamit, aztán együtt maradt a csapat, és ez lett belőle. Tombor Bea és Hánkakas István, mindannyiunk öcsie, az együttes mesterei az első pillanattól kezdve hittek abban, hogy a magyar népi kultúra talpontja a népzene és a néptánc meghonosítható az intézményben, amit meg annyi fellépés és elősmerés erősített meg. Nekem talán az első olyan közösség volt, vagy csoport, akikkel ilyen komolyabban elkezdtem foglalkozni. Hát ez egész pontosan 93-ban volt, hogy a Péter egy kapuajban elkapott és megkérdezett, hogy nem lenne kedvem a Kodolányi, ami akkor már egy éve működött az iskola, nem lenne kedvem egy kicsit a kultúrás életbe életet lehelni itt a főiskolán, és egy tánccsoportot elindítani. Lenne rá valószínűleg igény. Hát mondtam, hogy próbáljuk meg, de azt sem tudom, hogy hogy álljak ennek neki. És akkor én kitaláltam, hogy egy ilyen gólyabárra megpróbálunk valamit összehozni. Hát ez egy palotás volt, az volt az első ilyen. És azt gondolom, hogy egy nagyon jó indítatás volt, mert nagyon megdicsőültek a fiatalok, mindenki Kodolány is volt akkor. És utána, amikor emlékszem a bemutató után, mondtam nekik, hogy mi lenne, hogyha nem hagynánk most abba, hanem folytatnánk tovább. Mégiscsak rááldoztátok a heti egy alkalmatokat arra, hogy találkozzunk és valamit csináljunk. Egy kicsit más formába öltenénk ezt az egészet, kicsit elvisszük jobban a népi irányba, és aztán valami majd lesz belőle. Hát ez volt az elej, és azt gondolom, hogy ez a jó kezdet után, ez a mai 30 éves műsor, ez bizonyítja azt, hogy volt értelme elkezdeni, és volt értelme csinálni. Pap Boglárka társaival felejthetetlen estével varázsolta el a népi kultúra barátait. Kivételes, ízigvéri kárpát-medencei koreográfiák ragadtatták tapsra a közönséget.
számunkra szerintem elsősorban, hogy megmutathassuk, amivel igazából dolgozunk és készülünk évről évre. Nyilván ez most egy összefoglaló műsor, hiszen megpróbáltunk, ha nem is 30 évet, de az utóbbi néhány évet bemutatásra felkészíteni most a színpadon, tehát nem egy év munkáját fogja látni a közönség. Egy remek megmutatkozási lehetőség, illetve ritkán csinálunk ilyen évről évre megismétlődő gálákat, úgyhogy a család számára sem utolsó az, hogy láthatják a gyermekeiket, unokáikat a színpadon táncolni. Máté Péter az alapító tag számára az kettős ünnep volt, hiszen a napokban ünnepelte születésnapját, így a jubileumi gála lehetett a tetőpontja a kiváló táncos köszöntésének. Én már ezt alig vártam, ezt az ünnepet. Én ugye ott voltam a 10-15 éves, 20 évesen is, ugye, és a 25 évesen is ott voltam, és most bíztam benne, hogy most már ott itt vagyok a 30-on is. Én ugye már 50 éves elmúltam, úgyhogy sőt, tegnap volt a születésnapom, ugye, 51 éves volt vagyok, és én mindenféleképpen én nagyon nagy lelkesedéssel, és azt lehet mondani, hogy itt a fiatalokkal együtt én egy nagy örömmel készültem erre a megméretre. Az egyedi koreográfiák, a népi rigmusok autentikus előadása ezúttal is megerősítést hoztak. A napsütéses szombat estén a közönség vastagsa kísérte az ünnepi műsort. A jazzpéntek keretében a Fekete Kovács Kornél, Szabó Dániel és Tóth István alkotta trió lépett fel a Közösség és Kulturális Központban. A három kiváló zenész instrumentális műsorukkal arattak sikert a szakértő közönség előtt. Júliusban folytatódnak a jazzestek a Székesfehérvári Közösség és Kulturális Központ fürdősori épületében. A jazzpéntek keretében ezúttal a Fekete Kovács Kornél, a székesfehérvári gyökerekkel rendelkező Szabó Dániel és Tóth István alkotta triójátékában mélyülhettek el a műfaj barátai. A 2020-ban alkult zenekar tagjai a magyar és nemzetközi jazz és könnyűzenei élet aktív muzsikusai, akik Budapesten találtak egymásra. Instrumentális zenéjükben hangsúlyt kapnak a groove-ok, amelyeket improvizatív és szabad zenei elemek fognak közre. Ennek a dolognak két oldala van, mint ahogy nagyon sok mindennek az életben. Az egyik oldala az az, hogy azt gondolom, hogy a jazz oktatás és a jazz színvonala az hazánkban messze az átlag színvonal fölött van világszerte, és a fiatal generáció pedig nem, hogy elmaradna emellett, hanem azt tudom mondani, hogy évre érnek olyan meglepetések, hogy milyen magas színvonalon űzi a fiatal generáció már 20 éves korában ezt a műfajt, és hát egy óriási dolog számomra, hogy ma is itt a ma este színpadán két nagyon fiatal tehetséggel léphetek együtt színpadra, és ez egy picit azt is mondja, hogy talán amit csinálok, az nem annyira poros, és hogy van aktualitása a dolognak. A másik oldala ugyanennek a dolognak pedig az, hogy tulajdonképpen azért ez egy, mióta én a pályán vagyok és jazzt játszom, azóta is egy erősen hullámzó dolog az, hogy a közönség milyen módon fordul ehhez a műfajhoz. És a műfaj önmagában is gyakorta megújul, és újabb és újabb irányzatok születnek, mások elhalnak. És valahogy, hogy most én azt érzem, hogy világszerte egy picit azért ez a műfaj válságban van. Keresi önmagát, keresi a közönséget, és keresi azokat a kapcsolódási pontokat, ahol az emberek oda tudnak rá figyelni. De ettől függetlenül azt is tudom mondani, hogy amikor eljönnek, akkor viszont újabb és újabb olyan pozitív élmények érik őket, amelyek pedig visszahozzák őket a színpadokhoz, a koncerthelyszínekhez,
hiszen azt is tudom mondani, hogy valamennyi formációm, akivel játszom, alkalomról alkalomra egy jelentős számú közönséget épít magának, és ez szerintem egy óriási dolog. Az egyedi csapat tagjai a Liszt Ferenc díjas előadó művész Fekete Kovács Kornél, Szárnykül Trombita Effektek, a Modern Art Orchestra művészeti vezetője. A jazzvilág és könnyűzenei előadók dobosaként ismert Artisius és Fonogram díjas Szabó Dániel Ferenc, többek között a Mörk, a New Fossils, a Gyémánt Bálint Trió és a Pátkai Rozina Kvartett tagja. A gitáros nagybőgős zenész, zeneszerző mesterdiplomás Tóth István pedig 2013-ban elnyerte a Montreux-i jazzgitár verseny külön díját. Tulajdonképpen nem én választottam őket, és ez is az én szempontomból nézve ez egy nagyon előnyös dolog. Szabó Dániel Ferenc az együttes a formáció megálmodója, és ez éppen hogy csak felszabadultunk az első hullámából ennek a borzalmas Covid időszaknak, amikor ő elhívott engem egy úgynevezett live sessionre. Ez a live session kifejezést ezt arra használjuk, amikor tulajdonképpen nem nagyon beszélünk meg szabályokat, hanem csak egyszerűen egy szabad improvizációs folyamatnak lehet szemésfültanulja a közönség. Ez Budapesten volt a 360 bárban, ez az Andrássy úton van egy fantasztikus hely, amelynek a tetején egy szabadtéri, mondjuk azt, hogy bár, egy ilyen kávézószerűség, és az ember fölmegy oda, már eleve egy óriási élmény, hogy tényleg 360 fokba körül tud nézni, és egy fantasztikus panoráma, és rendszeresen a mai napig egyébként nyaranta szerveznek élőzenés fellépéseket, koncerteket, és ez is egy ilyen session volt, és valahogy annyira jól sikerült, hogy mi a Danival azóta is együtt játszunk. Bartók Vince egyébként állandó partnerünk, és ezt a mai fellépést is ezzel a trióval, tehát Bartók Vincével és Szabó Dániel Ferenccel közösen álmodtuk meg, de a Vince nem ért rá, és innentől kezdve viszont egy nagyon-nagyon kézenfekvő dolog volt ifjabb Tóth István elcsábítása erre a mai koncertre, hiszen vele is különböző formációkban nagyon gyakran működünk együtt. Hadd említsem meg a New Fossils elnevezésű együttest, amelynek egyik alapító tagja Szabó Dani, és ebben a formációban is játszik a Pisti, és nekem az a megtiszteltetés jutott egyébként, hogy még mielőtt megjelent volna az albumuk, azelőtt engem elhívtak, és jó pár koncertet adtunk, többek között itt Székesfehérvárott is tavaly nyáron, és az albumra is elhívtak közreműködőnek, tehát innen az ismerettség, és hát ez egy nagyon fantasztikus dolog lesz, most itt már a hangbeállás alkalmával így elkezdtük egymást, hogy is mondjam, stimulálni, próbálgatni, és hát nagyon ígéretes a dolog. A program egyébként ma is hasonlóképpen alakul, hogy az autóban idefele jövet felmerült az, hogy na mi is az, amit megbeszéljünk, és a különböző ötletek azok úgy tűntek el, ahogy feltűntek, és végülis abban maradtunk, hogy ma se beszéljünk meg semmit, hanem legyen ez egy igazi alkotás, egy közös alkotási folyamat. Egyébként a Pisti fogalmazta meg azt, hogy úgy izgulok, ez olyan, mintha karácsony lenne, és nem tudom, hogy mit kapok ajándékba. Most már Tóth István gondolkodott az ajándék miatt, a szépszámú jazzbarátnak nem kellett aggódnia. Teli találat volt ez az este, és megerősítette a jazzkultúra fensége, a hasonló formációk teljességre törekvő és azt megvalósító vendégjátékával töretlen. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.